A szokásos módon először a város vezetője köszöntötte jelenlévőket a vízmű pincéjében. Prezentációjában ismételten kitért Makó legnagyobb beruházásaira, mint például a hagymatikum bővítésére, a Makovec örökség gondozására és nem utolsó sorban a Honvéd városrész rehabilitációjára. Szót ejtett a fiatalok és az idősek támogatásáról, valamint az egészségügyi infrastruktúra fejlesztéséről. Az utóbbiba már Balázs János és Túri Zoltán is becsatlakozott, ugyanis ők a tervezői az új Kálvin utcai rendelőintézetnek. Megtudtuk, a három épület egységben padlófűtés lesz kialakítva, a tetőn napelemeket fognak létesíteni, ezzel akár 60%-kal is csökkenthetik majd a költségeket. Az új létesítmény ez durván egy 110 négyzetméterrel nagyobb is lesz így, mint a korábbi. Ennek nyilván az az oka, hogy a mai követelményeket csak így tud megfelelni. Tehát nagyobbak lesznek a várók, a rendelők és a kiszolgáló helység is több, mint korábban. A hatos választókerületben történt karbantartó munkálatokról és fejlesztésekről Toldi János önkormányzati képviselő beszélt. Elmondta, csatornatisztításokat végeztek, közlekedési táblákat helyeztek ki, vizes blokkokat cseréltek a Kálvin téri óvodában, a Hold utcai tagintézmény pedig műves pályát kapott. Járdák újultak meg többek között a Kálvin utcán és Lesiben is. Ezt a programsorozatot az idén is folytatják. Batthyány utca szépen meg lett csinálva teljes végig, a körforgalomig, az Erdei térig. Most a kis szakasz, a kis Batthyányi 9 ház előtti rész fog összekötődni, és ezzel elérjük azt, hogy járda van most már a Hunfalvi utcán, járda van a Kőrösi Csoma Sándor, és ezen a kis Batthyányi szépen bekötjük azt a kis szakaszt, ahol kényelmesen el lehet menni a kerékpárútig. A lakossági fórumon összesen 8-an szólaltak fel. Volt, aki köszönetet mondott a városvezetés eddigi eredményeiért, valamint a számos kulturális program biztosításáért. A legtöbben azonban panaszokkal érkeztek. Elsőként Kis Jakab Istvánné szólalt fel, aki a Balcsi Zsilinszki lakótelepen lakik. Válasz várt arra, hogyan lehetne megakadályozni, hogy a szelektív hulladékgyűjtőket ne szeméttelepnek nézzék az emberek, illetve arra is kitért, hogy a közelében lévő játszótéren egy hajléktalan lakik. Az Egyesített Népjóléti Intézménynek a vezetője több alkalommal jelezte ezt felém. Több alkalommal kimentek. Természetesen megfelelő módon kezelték az ügyet. A szálláshelyen biztosítottak neki megfelelő körülményeket. Ettől függetlenül ez a személy minden egyes alkalommal valami miatt ragaszkodik a Balcsi Zsilinszki lakótelep. Telephez, és egyszerűen nem tudjuk sok esetben. Volt, amikor rendőri beavatkozást kértünk több alkalommal, tehát ezeket mind akár írásban is tudjuk igazolni. Mágori Anikó pedig több szülő nevében szólalt fel. Azzal a kérdéssel fordult a polgármester felé, hogy a Lonovics sugárút és az Árpád utcai közötti kereszteződésben a zebránál hogyan lehetne megoldani a gyerekek biztonságos átkelését, ugyanis a Bartók és a Kálvin iskolánál ez már biztosítva van. Válaszként elhangzott, hamarosan itt forgalomlassító járdaszigetet építenek, és 30 km/h korlátozó táblákat helyeznek majd el.